Tükrök és lencsék, hogyha a fény új közeg határához érkezik, visszaverődik, vagy megváltoztatva irányát az új közegben tovább halad. Most a fény visszaverődés törvényszerűségeivel foglalkozunk, amelyhez alkalmas eszközünk a optikai korong, amelynek pereme fogbeosztással van ellátva. Közepére erősítjük a tükröt, és ennek segítségével vizsgáljuk a fény visszaverődés törvényszerűségeit. Állítsunk merőlegest a tükörre abban a pontban, ahol a fénysugár beérkezik, ezt beesési merőlegesnek hívjuk, és ehhez képest akkor forgassuk el a fénysugarat. Azt a szöget, amit a beeső fénysugár a beesési merőlegessel bezár, beesési szögnek nevezzük, a visszavert sugár és a beesési merőleges szöge a visszaverődési szög. Ezek a szögek esetünkben egyenlőek. Állítsunk nagyobb beesési szöget, most is tapasztalhatjuk, hogy a beesési szög és a visszaverődési szög egyenlő, valamint a beesési fénysugár, visszaverődő fénysugár és a beesési merőleges egységben vannak. Ez a tükrözés törvényszerűsége. Ha a gömbfelület belső vagy külső felületét látjuk el tükröző réteggel, foncsorozzuk, homorú vagy domború tükröt kapunk. Állítsuk a fénysugár útjába az optikai korongra a homorú tükröt olyan módon, hogy középpontja a korong középpontjába essen. A tükör középpontja és a gömbi sugár által meghatározott egyenest optikai főtengelynek nevezzük. Az optikai tengellyel párhuzamosan beérkező fénysugarakat a homorú tükör úgy veri vissza, hogy a visszaverődés után azok egy pontban találkoznak. Ezt a pontot fókuszpontnak vagy gyújtópontnak nevezzük. Távolsága a tükör középpontjától a fókusz távolság. Kövessük végig a nevezetes sugármeneteket. Ha a fénysugár a tükör középpontjába érkezik, onnan az optikai főtengelyre szimmetrikusan verődik vissza. Az a fénysugár, amelyik az optikai tengellyel párhuzamosan érkezik a homorú tükörre, onnan visszaverődve a fókuszponton halad keresztül. Ha a fénysugár a fókuszon keresztül érkezik a tükörre, onnan visszaverődve az optikai tengellyel párhuzamosan halad tovább. Homorú tükröket fényszórókban, reflektorokban alkalmaznak, vagy kozmetikai tükörként, illetve fogorvosi tükörként is. És akkor most lássuk a fény visszaverődést a domború gömb tükörről. A tükörre az optikai tengelyével párhuzamosan érkező fénynyulábot úgy szórja szét, mintha azok egy a tükör mögötti pontból indultak volna. Illesztem el a vonalzómat, minthogyha ez lenne az a pont, ahonnan indulnak a fénysugarak. Ezt a pontot hívjuk látszólagos vagy virtuális fókusznak, és távolsága, a fókusztávolság esetünkben negatív. Nézzük meg egy ötsoros fénynyaláb esetén. Szintén látszik, hogy a fénysugarak széttartanak, minthogyha a tükör mögötti fókuszból indultak volna ki. A domború tükröt közlekedési tükörként alkalmazzuk a hétköznapokban. A fénytani lencsék gömbfelületekkel vagy gömb- és sékfelülettel határolt átlátszó közegek, melyeknek anyaga a levegő anyagánál optikailag sűrűbb. Ha a lencsék közepén keskenyebbek, szélén vastagabbak, azokat homorú, ellenkező esetben domború lencsének hívjuk. Nézzük először a domború lencséket. A domború lencsére tengelyével párhuzamosan érkező fénysugár a lencsén áthaladva egy pontban gyűlik össze. Ezt a pontot gyújtópontnak vagy fókusznak nevezzük, és éppen ezért a domború lencsét hívjuk gyűjtőlencsének is. Nézzük meg ötsoros sugárnyaláb esetén. Szintén ugyanabban a pontban gyűlnek össze a fénysugarak. A nevezetes sugármenetei a gyűjtőlencsének hasonlóak a homorú tükörhöz. Hétköznapokban a gyűjtőlencsét használjuk egyszerű nagyítóként,
de a fényképezőgép lencséje vagy a szemünk lencséje is domború, az a gyűjtő lencse. A homorú lencsét szóró lencsének is nevezzük, hiszen a párhuzamosan beérkező fénysugarakat szétszórja. Úgy szórja szét, minthogyha a tükör mögüli egy pontból indultak volna ki. Öt soros sugárnyalában is ez szépen megfigyelhető. A szóró lencsék és gyűjtő lencsék törőképességét a fókusztávolság helyett dioptriával jellemezzük, amely dioptria a fókusztávolság reciproka. Ezért a gyűjtő lencsénél ez a dioptria pozitív, a szóró lencsénél, homorú lencsénél ez a dioptria negatív, hiszen megfigyeltük, hogy a fókusztávolság, amit látszólagos fókusznak mondunk, negatív. A szemünk is egy domború lencse, és a szemünkbe érkező fénysugarat ez a gyűjtő lencse úgy gyűjti össze, hogy azok az ideghártyán, az úgynevezett retinán találkoznak. Ez az éles látás. A szemmozgató izmok a szemlencse domborulatát képesek változtatni, ezáltal befolyásolható a fókusztávolság. Ez az egészséges szemnél éppen itt a retinán található a fókuszpont, ahol összegyűlnek a fénysugarak. Közellátó, illetve távollátó emberek esetében ez a pont, a fókuszpont a retina előtt, illetve a retina mögött található. Nézzünk egy ilyet, amikor is a szem a párhuzamos fénynyalábot, ami a tőlünk távoli tárgyakról érkezik, nem az ideghártyán, hanem az előtt gyűjti össze. Ilyenkor az ideghártyán, a retinán egy elmosódott folt található. Ennek a szemhibának a korrekciójára használjuk, vagy alkalmazzuk a homorú lencsét, amelyet, hogyha a fénysugár útjába állítunk, akkor szórja a fénysugarakat, és most már nem a retina előtt, hanem épp a retinán fognak találkozni. Ismételjük meg akkor még egyszer összefoglalva. Tehát az egészséges szem esetében az éles látás úgy jön létre, hogy a távoli tárgyakról érkező párhuzamos fénynyalábot a szemlencsénk az ideghártyán gyűjti össze, ott keletkezik az éles, kicsinyített kép. Hogyha közellátó szemmodelljét nézzük, a szemlencse nem a retinán, hanem az előtt gyűjti össze a fénysugarakat. Ezért ezeket úgy kell szórni, hogy azok a fénysugarak a retinán, az ideghártyán találkozzanak. Erre alkalmas a homorú lencse, ami a szemüvegünk, illetve kontaktlencsénk.